Az orosz állami televízióban fasiszta programnak nevezték 1956-ot, amelyet az Egyesült Államok szított. A műsorban azt állították, hogy a forradalom idején nácikat engedtek ki a börtönökből. Ezt a történelem szemléletet legitimálta Havas Szófia, az MSZP korábbi parlamenti képviselője, a néhai Horn Gyula miniszterelnök unokahúga. És azok az emberek, akik tulajdonképpen meglógtak nyugatra, ők táborokban és kiképzőközpontokban voltak felkészítve az ellenforradalmi lázadásra. Továbbá nagyrészt közreműködött a CIA, amerikai társaság. Természetesen a szüleim, rokonaim és ismerőseim mesélték, hogy 44-ben ezek a fasiszták párban felfegyverkezve járták a házakat, és gyűjtötték a kommunistákat, baloldaliakat, zsidókat, mindenkit, akit akartak. Ugyanez ismétlődött meg 56-ban is. Ugyanilyen emberek járták az otthonokat és gyűjtötték az embereket. 2010-től kezdve a nyugati sajtó olyanokat írt elképesztő mennyiségben és hangvétellel Magyarországról, amit az előző 50 évben soha. 1956-tól 60-ig igen, akkor a nyugati világ keményen elítélte az ellenforradalom leverését és a Kádár rendszert, de a 60-as évek elejétől kezdve Magyarország sajtója nyugaton inkább pozitív volt, mint negatív, még az ismert körülményeket figyelembe véve is. Hát még a rendszerváltás után. 50 éve, vagy most már jóval több, mint 50 éve, soha nem volt olyan borzasztó nyugati visszhangja mindannak, ami történik, mint ami az elmúlt 5-6 évben volt. De ez nem érdekel. A forradalom leveréséről volt szó, nem az. Ja, mit mondtam el? Ez az járt az eszembe, hogy Orbán beszélt Orbán beszélt ellenforradalomról Lengyelországban, ami szintén érdekes, hogy ő ezeket a szavakat használ, vagy ezt a kifejezést használta, hogy kvázi kulturális ellenforradalmat kell csinálni Európában. Két bejátszót láthattak, ugye a vita délutának is ez lett a címe, hogy Havas Szófia igazsága, és önök is hallhatták, hogy mit mondott Havas Szófia az orosz állami médiában néhány nappal ezelőtt, utána pedig Bolgár György gondolatait hallhatták, aki szeptember 10-én a Klubrádió 7-es stúdió című műsorában nemes egyszerűséggel ellenforradalomnak nevezte 1956-ot, és ezzel is fordulok a két főszereplőhöz, elsősorban elsőként Puzsér Róberthez, hogy 2016-ban az imént felsoroltaknak hogyan hagyhatta el a száját ilyen gondolat, ilyen mondat. Egyrészt, hogy ellenforradalom, másrészt pedig ugye Havas Szófia, hogy a CIA által feltüzelt fasiszta ellenforradalom volt tulajdonképpen 1956. Hogy engedhető ez meg? Úgyhogy véleménynyilvánítási szabadság van. Úgyhogy szólásszabadság van. Úgyhogy az a vélemény is drága nekünk és fontos nekünk, amivel nem értünk egyet. Úgy fordulhatott ez elő. Különben meg hát nem értem, hát az orosz televízióban hangzott el. Az orosz televízióban, ahonnan tényleg az igazságot hallja az ember. Ott azért nem a soros média pénzei és megrendelése nyomán alakítják a híreket, hanem ott tényleg megmondják frankon korrektül az igazságot. Tehát most már az sem igaz, amit az orosz média mond, ami azért tényleg független ettől a nyugati neoliberális, sorosista befolyástól. Most tényleg, ha valahol az igazságot megmondják, tényleg függetlenül szemtől szembe frontálisan, az orosz televízió. Most már tényleg ezzel kapcsolatban is gyanakszunk? Tényleg a soros pénzeli az orosz médiát is? Lehetséges ez? Nyilvánvalóan egy propaganda műsorról volt szó most a minap egyébként, de arra... Putyin országában propaganda műsor, amelyik ilyen hazugságokat terjeszt? Hát ez szégyen. Nem, arra gondoltam, hogy a rendszerváltás hajnalán azért közmegegyezés alakult ki arról, hogy a demokraták körében, különösen demokraták körében, hogy forradalom történt 1956-ban, és ugye 2016-ban azért sokan még mindig ellenforradalomról beszélnek. Demokraták körében, minthogyha az, hogy mi forradalomnak ítéljük meg 56-ot, vagy minek ítéljük meg 56-ot, ez ilyen demokratikus kérdés lenne, hogy mennyire vagyunk demokraták. A demokraták forradalomnak tartják 56-ot. Nem. Ez egy történészi kérdés. Erről történészek döntenek. Ennek történettudományi definíciói vannak, és nem politikai definíciói. Nem azon múlik, hogy valaki demokrata-e, hogy mi a véleménye 56-ról, vagy mi a megítélése 56-ról. 56-tal kapcsolatban nem azért alakult ki az a konszenzus, hogy 56 forradalom volt, mert ez egy demokratikus
demokratikus minimum. Ne fabrikáljunk demokratikus minimumot abból, hogy 56-ot forradalomnak tekintjük. Amiben történészeknek kell állást foglalni, az a történészek kompetenciája, és nem a politikusok, akik megmondják, hogy ki a demokrata, meg ki nem. És osztogatják ezeket a lapokat a pakliból, hogy itt egy demokrata kártya, itt meg egy diktatúra kártya. 56 megítélése nem került objektív vizsgálat alá történészek szempontjából, történészek részéről az elmúlt 25 év alatt egy pillanatra sem. Ez az igazság. 1956-tal kapcsolatban azt a vitát, hogy 56 forradalom volt-e, vagy mondjuk népfelkelés volt-e, nem folytatta le senki Magyarországon, hanem erről politikusok hoztak egy döntést, hogy 56 már pedig forradalom volt. Miért hozták ezt a döntést? Mert 56-tal ezek a politikusok a 1989-ben megszülető rendszert akarták legitimálni, tehát az 1989-ben megszülető rendszert visszaprojektálták az időben 1956-ba, és azt mondták, hogy hát 1956-ban ezek a forradalmárok, ezek már azért haltak meg. Ezek már azért küzdöttek, hogy eljöjjön 1989, amikor demokratikus módon ez az új elit végre a nép akaratából kormányozhat. Ezért lett 56 forradalom. Valójában vizsgáljuk meg ezt történészként. Mi alapján forradalom, mi alapján népfelkelés egy ilyen esemény, ami 56-ban zajlott. A forradalomnak az a definíciója, forradalom, attól forradalom, hogy a társadalmi rendszer megváltoztatására törekszik. A népfelkelés az pedig az, amely nem törekszik a társadalmi rendszer megváltoztatására, hanem mondjuk egy elitcserét akar. Na most, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy mit akart 1956-ban, csak néhány mártírt mondok, Nagy Imre. Mit akart 1956-ban Maléter? Mit akart Angyal István, a Tűzoltó utcaiak parancsnoka? Ezek nem akarták a társadalmi rendszer megváltoztatását, ezek elitcserét akartak, és nemzeti függetlenséget. Nem akartak tőkés rendszert. Ezek kommunisták voltak, akik egy ilyen jugoszláv típusú berendezkedést akartak. Ők egy ilyen Jugoszlávia-szerű nemzeti függetlenségét szavatoló és megvédelmező, ugyanakkor szocialista köztársaságot akartak. Na most, hogyha ők voltak a forradalmi úgynevezett élcsapat, akkor ez nem forradalom volt, hanem akkor ez egy népfelkelés volt. De ha Pongrácz Gergelyből vezetjük le a forradalmat, és azt mondjuk, hogy Pongrácz Gergely volt az igazi forradalmi élcsapat, akkor ez mondjuk forradalom volt, mert Pongrácz Gergely tény, hogy nem volt kommunista, ő tény, hogy társadalmi változást akart. Na de ezt a vitát, ezt nem folytatjuk le, ez a vita, ez szőnyeg alá van söpörve, ezt fölvetni is eretnekség. Valójában arról van szó, hogy mi nekünk ezt forradalomnak kell látnunk, mert a forradalom a történelmi tudatban és a történelmi emlékezetben az egy romantikus fogalom, romantizálva van a forradalom. Ugyan mi lenne romantikusabb, mint a forradalom? Hát a romantika és a forradalom azok egytőről fakadnak. Hát Petőfi volt a legnagyobb romantikus, Jókai volt a legnagyobb romantikus. A forradalom az romantizálva van. És ha mi büszkék akarunk lenni 56-ra, az csak úgy tehetjük meg, hogy az forradalom volt, mert a forradalomra büszke a magyar ember, ugye? Ha népfelkelés volt, hát most arra hogy legyünk büszkék, hát nem jó ez így. És igazából nem az van, hogy a történelemhez rendeljük hozzá a nemzeti büszkeséget, hanem pont fordítva, a nemzeti büszkeséghez rendeljük hozzá a történelmet. Büszkék akarunk lenni, tehát 56 forradalom volt, és nem népfelkelés. Csak hogy ez nem történészi szemlélet, ez a politikusok gondolkodnak így. A politikusok, akiknek 56 semmi másra nem jó, mint az éppen aktuális hatalmukat biztosítani és legitimálni. Bocsánat, igen. Csak nagyon kíváncsi vagyok Húd Gergely véleményére, hogy szerinted 56 megítélése csak történész kompetencia-e? Igen, tehát van egy kedves falusi barátom, traktorok és erdészeti járművek szervizelésével foglalkozik, és ő szokta azt mondani, hogy ne csináljunk már Istenből bohócot. Tehát Robertnek a gondolatai provokációnak kiválóak, egy csillagos ötös provokációból, de hát Jézus Mária, tehát kezdjük az elején. Tehát szólásszabadság kötelékébe tartozik az, hogy ebben az országban bárki szabadon a nemzet, a hősi halottak becsületébe gázolhat.
Mert hogyha azt mondod, ugye ez egy ultraliberális álláspont, de akkor a holokauszt tagadást se büntessük, mert nagyjából a súlya a kettőnek egy és ugyanaz. Amikor Cusrág János nyilas poénokon röhögött a Hír TV bekapcsolt kamerája előtt, akkor egy olyan ügyben kapott talán 7 évet le is ült belőle ugye börtönbüntetés, amilyen ügyért mások maximum megrovást szoktak kapni. Miközben Habasz Szófia arcátlanul és pofátlanul gyalázza a magyar forradalomnak a legalapvetőbb kérdéseit. Szóval nehogy már a szólásszabadság része legyen az, hogy a történelmi igazságainkat, a nemzet alapvető becsületét lehet gyalázni vagy sem. Ugye akkor itt van ez a mérhetetlen cinizmus az orosz televízióval kapcsolatban, és egyébként ez azért nagyon találó, mert ez az egész Habasz Szófia sztori is úgy került elő, hogy elsőként a Kettős Mérce nevű liberális blog fordította le. Ők éppen azt gondolták, hogy íme itt a bizonyítéka annak, hogy a Putyin barátság hova vezet. Egy nagyon zavaros eszmefuttatás volt, az egyébként prima fordítás végén. Holott, és itt nem kell Orbán Viktort idézni, aki azt mondta az évértékelő beszédében, hogy ő elhiszi, hogy kellemes és jó dolog egy gazdaállat szőrös és meleg testén megbújni, de Magyarország inkább egyenlő távolságot szeretne tartani a nagyhatalmaktól, hiszen a magyar emberek többsége így gondolkodik. A kurucos mentalitás, mi nem akarunk sem az oroszoknak benyalni, sem az amerikaiaknak. Egy kívülálló, a nagyhatalmakkal csak a szükséges módon jóba levő politika a fontos, tehát ezért cinikus az itteni vitáinkat az egyébként egészen brutális orosz közhangulathoz és közállapotokhoz hasonlítani. Hát pontosan ez a televízió, ahol az orosz közmédia második számú embere beül, és egy 30 perces gyalászkodó műsor a Magyar 56-ról, annak minden alapját meghazudtolva és kiforgatva lemehet, az azt jelenti, hogy Oroszországban valami nagyon nincs rendben. A demokráciával, a történelem szemlélettel, a szembenézéssel, hát ezek egy hamar nem fognak bocsánatot kérni tőlünk, és tudják, az a legvérlázítóbb, hogy ennek a riportnak egy részét ebben az emlékparkban forgatták. A gyalászkodó műsor előtt a riporter a Ruszkik hazafeliratú Tátra autó elől jelentkezett be. Pedig itt a kollégák körbevezették, és angolul tisztességesen elmondták neki, hogy miről szól ez a kiállítás. És akkor tényleg még röviden csak arra, hogy 1956 forradalom volt-e, vagy ellenforradalom, vagy micsoda. Hát Nagy Imrék mártíromságát sosem felejthetjük el, tisztelnünk kell azt a hőstettet, hogy az egyik leggátlástalan kommunista gazember a kellő pillanatban képes volt a másik oldalra állni, és a kötelet választotta az árulás helyett. Tehát Nagy Imre igenis egy nagyon nagy nemzeti hősünk, de nem róla szólt 1956. Amikor 1956 legvéresebb eseménye a Kossuth téri sortűz zajlott, akkor minden eddigi történeti tudásunk szerint Nagy Imre bent ült a parlamentben, és minimum tudnia kellett Gerőjék és Szerovék gaztettéről, hogy egy provokáció révén belelőjenek a tömegbe. Szóval a magyar forradalomnak egyetlen értelmezése van, az, hogy szabadságszerető, a rendszert megváltoztatni akaró, becsületes emberek fordultak halált megvető bátorsággal szembe a szovjet elnyomókkal. Igen, egyébként nyugodtan lehet reagálni egymás szavaira, de azzal a kérdéssel adom át a mikrofont, hogy mert ugye az imént azt mondtad, hogy nem teljesen egyértelmű. Mikor lesz egyértelmű és megkérdőjelezhetetlen Magyarországon 1956 megítélése mindennek fényében és mindezen vita fényében? Most az. Ha lefolytatnánk ezt a vitát, nem lenne az. Most egyértelmű. Most 100 embert megkérdezel, és 100 azt fogja mondani, hogy forradalom volt. Nem fogja azt mondani egy se, hogy ellenforradalom volt, egy se fogja azt mondani, hogy népfelkelés. Mindegyik, hát megtanultuk, hát el lett nekünk magyarázva, hogy forradalom volt. Előtte el lett magyarázva, hogy ellenforradalom volt. Addig úgy tudtuk. Aztán 89-ben elmagyarázták nekünk, hogy forradalom volt, onnantól kezdve meg így tudjuk. De várjunk csak egy pillanatra. Én ugyanis holokauszt tagadás büntetését én személy szerint ellenzem. Én személy szerint ellenzem, még egy könyvet is írtam erről. Te, Gergely, te ellenzed a holokauszt tagadásnak a büntetését, vagy támogatod? Támogatom. Mint ahogy azt is támogatom, hogy a nemzeti ünnepen füttyögőket valamiféle szolid bírsággal lehessen sújtani. Ne sokkal, de mondjuk 20 000 forinttal. Mert azért legyen már egyfajta
minimális alap, ami a közös ünnepléseinket biztosítja. Aha, tehát ez azt jelenti, hogy közterületen senki nem véleményt nyilváníthat szabadon véleményt. Tehát te büntetnéd a vélemény, a szabad vélemény nyilvánítást közterületen. Ezt mondtad most. Nem, ez egy marhaság. Hogyha most szervezünk egy tüntetést, ahol a kormányt ki akarjuk fütyülni, és ott megjelenik 45 bőrfejű, vagy megjelenik a békemenet, és elkezd minket esernyővel csapkodni, akkor a rendőrség őket onnan eltávolítja. A rendőrségnek eddig is feladata volt, hogy a provokációt, az ellentüntetést megakadályozza. Hát, hogyha bejelentesz egy tüntetést, akkor ott a rendőrség feladata, hogy a te szabad vélemény nyilvánításodat biztosítsa. Tehát az ünneplőknek a méltó ünneplést kell biztosítani. Füttyögni lehet egy térrel arrébb. És te miért támogatod a holokauszt tagadás büntetését? Azért, hogy a Havasszófia, vagy az 56 relativizálás, vagy az 56 gyalázás büntetését is támogathasd, és megőrizd az arcod? Vagy másokod is van arra? Tehát, hogy itt tényleg arról van szó, hogy mert ha valaki az 56 büntetés, 56 relativizálás, forradalom relativizálást büntetni akarja, annak hát illik a holokauszt relativizálást is büntetnie, különben még megvádolhatnák azzal, hogy kettős mércét alkalmaz. Tehát ez az oka annak, hogy a holokauszt tagadás relativizálását azt te büntetnéd? Persze, mert lélekben mindannyian nyilasok vagyunk. Na, szóval hagyjuk már. Természetesen azért büntetném a holokausznak nem a relativizálását, hanem a tagadását, mert bestiális tömeggyilkosságokat ne lehessen éltetni. Ne lehessen, mert jönnek újabb generációk, akik számára már most normális, hogyha felmegy az ember az internetre, akkor elképesztő mértékű zsidózás megy bizonyos cikkek, írások alatt, és fordítva is ugyanez. Csak persze az is kérdés, hogy hogyan büntetjük. Mert az egyébként, hogy mindenki telipofával zsidózhat a magyar interneten, és egyetlen szerencsétlen esztergomi öreget, aki meg beírt valamit, a 100 vagy nem is tudom, majdnem egy fél évnyi közmunkára ítélték, azért az kicsit durva. Tehát akkor most vagy van egyfajta figyelmeztetés értékű büntetés mindenkire egyformán, vagy nincs. Tehát az nagyon fontos, hogy hogyan büntetjük. Hát én úgy gondolom, hogy ennek az emlékezés politikának, vagy ennek az 56-nak az emlékezete, meg a kezelése, az a jobb oldal részéről hát rendkívül álságos. És hát nagyon keményen meg is gyalázzák 56-nak az emlékét, bár ők azok, akik azokat a lapokat osztják, hogy ki gyalázza meg 56 emlékét, de az én szememben az, amikor a miniszterelnök a Brüsszellel szemben zajló kirakat konfliktusát a szabadságharcnak minősíti, és ő ilyen limuzinok hátsó ülésein szabadságharcot folytat ő Brüsszel ellen, ugye, szabadságharcot. Vajon mi ez? Mi más ez, bocsánat, mint az 56-os... Kulturális szabadságharcot. Kulturális szabadságharcot. Valójában semmi más nem tesz, mint az 56-os hősök közé furakszik egy-egy jól exponált fotó erejéig. Valójában ezt csinálja. Nem más tesz, mint Habony Árpád, nem más tesz, mint felhasználja úgy 56-ot, mint a rezsidémont, vagy mint a migrációt, vagy bármi egyebet aktuális politikai haszonszerzésre. De hogyha Habony Árpád használja 56-ot, aktuális, vagy 56 emlékét aktuális politikai haszonszerzésre, az ugye rendben van, az nemzeti politika, de ha Havasszófia mondja el 56-tal kapcsolatban a saját véleményét, amit ő személy szerint gondol, hogy az nem forradalom volt, hanem mondjuk egy nyilas pucs, vagy minek nevezte, hát lehessen már joga hozzá, hát lehessen már joga valakinek egy történészi véleményhez, tehát lehessen már joga valakinek ahhoz, hogy azt mondja, hogy szerinte a II. Világháborúban nem 6 millió zsidó halt meg, hanem mondjuk 3 millió, vagy 9 millió mondjuk. Hát azért, könyörgöm, ez semmi más, mint egy vélemény, a történelemről. Mondjuk mondhassam én azt, hogy Napóleonnak már pedig hiányzott a bal karja. Vagy mondhassam azt, hogy Napóleon már pedig nekrofil volt.
Mondjuk. Mert én mondjuk ezt kutattam ki történészileg. És ezért ne lehessen már engem lecsukni Napóleon gyalázásért, ha szabad kérnem. Tehát tiszteljük már a szólásszabadságot, meg a véleménynyilvánítás szabadságát. Legalább 56 emlékét tiszteljük, aminek a szólásszabadság, meg a véleménynyilvánítás szabadsága volt a legfőbb célkitűzése, a legfőbb elve, amit át akart ütni. Hát legalább ennyi maradjon, hogy a szabad vélemény akár 56-ról, akár bármilyen más történelmi korszakról, akár a holokausztról, azt tartsuk tiszteletben. Hát ne azt tanuljuk már 56-ból, meg ne azt tanuljuk már a holokausztból, hogy ott már pedig megtörtént a forradalom, amott megtörtént a genocídium, és aki ezt tagadja, azt lecsukjuk, mert megtörtént. Hanem tanuljuk azt belőle, hogy milyen borzalmas dolog, amikor a hatalom, a politikai hatalom az egyént eltiporja, jogfosztja és eltiporja, eltapossa. Hát lássuk ezt, hát tanuljuk már meg ezt 56-ból, meg a holokausztból, hogy ez ne fordulhasson még egyszer elő, akkor se, ha relativizálja vagy tagadja a holokausztot. Akkor se, hogyha ő mondjuk Havas Szófia is azt mondja 1956-ról, hogy az nem történt meg, nem is volt ilyen év, abban az évben nem is volt ősz, nem is volt vörös hadsereg, egyáltalán nem is volt forradalom, vagy mondjuk nyilas pucs volt, vagy mondjuk összeírások voltak. Hát ez legalább ennyi elemi tisztelet legyen bennünk, ne 56 ír, mert 56-ot, meg a hősöket dagályosan tisztelni, és erre hivatkozva politikai tőkét felhalmozni, az könnyű dolog. 56-nak a célkitűzéseit, 56-nak az eszméit, 56-nak a szellemiségét tiszteletben tartani, akár egy 56-ot gyalázó Havas Szófiával szemben az a valami. Mondjuk azért nem értek veled egyet, mert szerintem Orbán Viktor és a Fidesz alapítói a Fidesz alapításakor is pont ugyanúgy gondolkodtak 56-ról, mint mondjuk most 2016-ban. De még mielőtt reagálnál rá, azért a Gergő véleményére is nagyon kíváncsi vagyok. Megint csak remélni tudom, hogy a szándékod nem más, mint az egyszerű provokáció, mert egymáshoz nem illő dolgokat mosol össze. Hát természetesen a relativizálással az a probléma, hogy azt igenis ne büntessék, hát lehessen rajta hivatkozni, azon vitatkozni, hogy hány vagon ment el, hogyan alakult ki mondjuk a holokauszt, ahogyan például nem tudjuk, hogy a gulágra 6-700 vagy 800 ezer magyar embert vittek el, és nem tudjuk, hogy 200 ezeren vagy 400 ezeren haltak meg, mind a két számot elég hiteles kutatások támasztják alá. Vagy más nem mondjak, mindenki elmeséli, hogy hullahegyek voltak 56-ban, itt ezen a téren is. Ehhez képest egészen csekély számú az a halott, amiről hivatalosan beszélünk. Hát nagyon sok mindenkit eltüntettek, belelőktek a Dunába, ledaráltak a földszínéről is, és a családjai nem merték még csak megkérdezni sem, hogy mi történt vele. Tehát természetesen a számokról lehessen vitatkozni. Na de ne kerüljön már ugyanebbe a kalapba az, hogy Havas Szófia gyakorlatilag nyilas pucsnak nevezi 56-ot. Hát tényszerűen ki lehet jelenteni, hogy 1956 semmilyen történészi álláspont szerint nem volt nyilas pucs, csak Havas Szófia lázálmai szerint, mint ahogy történészileg hitelesen ki lehet jelenteni, hogy volt holokauszt. Hát ezt ne keverjük össze azzal, hogy szabad-e kutatásokat folytatni. Hát persze, hogy szabad. Szabad vitatkozni azon, hogy a forradalmárok mennyiben hallgattak például az átálló Nagy Imrére, és mennyiben egészen más indulatból és hősiességből voltak kint az utcán. Na de hát ez az egész rendezvény is arról szól, hogy kivisszük az utcára 1956-ot, hogy mindenkié legyen 56, mindenkiben legyen egy kis gondolat, egy picit átjöjjön az a fajta tökösség, hogy ezek a fiatal emberek mégiscsak miértünk álltak ki a szabadságért, tehát óriási eszményekért. Hogy lehet ezt beállítani úgy, hogy ez az egyik álláspont, a másik meg a Havas Szófiáé, hogy nyilas pucs volt. Hát ez most már te is lassan a történelem hamisítás és a gyalászkodás kategóriájába csúsztál. Ajaj, megijedtem, lassan föl leszek jelentve. Én meg azt gondolom, hogy szabad... Biztos vagy benne, hogy innen szabadon el lehet távozni? Ez csodálatos. Én mindig bízom benne. Itt csak az a kérdés, hogy hol van a történészi vélemény nyilvánításnak a határa. Ha egyedül vagyok, aki történészként azt gondolom, hogy nem volt 30 éves háború, akkor engem le lehet csukni ezért? Mert Havas Szófia egyedül mondja. Nincs más történész, aki Havas Szófián kívül azt mondaná, azt merné mondani, hogy az egy nyilas pucs volt. Tehát Havas Szófiát csukjuk le!
Büntessük meg a véleményéért, mert ő az egyetlen történész, aki ezt mondja. Ha talál még egy történészt, aki ezt mondja, hát akkor ez már történészek véleménye, akkor már ez egy történész vélemény, de így, hogy egyedül Havas Szófia mondja, tehát arról van szó, hogyha egy történelmi tényről, vagy egy történelmi eseményről egyetlen történész gondolkodik eltérően a mainstreamtől, azt csukjuk le, ha kettő, azt ne. Ez a kérdés? Ez legyen az új direktíva? Ez legyen az új jogállamiság? Hogy mondjam, az anarchia és a szélsőséges liberalizmus mellett is vannak álláspontok. Vannak, akik osztják azt, hogy bármit lehessen csinálni. De mégiscsak a többség úgy döntött, hogy vannak közös alapok. Felhatalmaztuk az országgyűlést arra, hogy mondjuk alaptörvényt írjon a nevünkben. Abba az alaptörvényben leírja azokat a mindannyiunkat összefogó erkölcsi és alapvető normákat, az emlékezett politika alapjait, amit azért mindenkinek illik valamilyen szinten osztani, amikhez a tankönyveknek igazodniuk kell, a közmédia adásának igazodnia kell hozzá. Én úgy érzem itt magam komolyan, mint hogy 1976-ban egy pártbizottsági ülésen ülnénk, az MSZNP székházban, komolyan. A Fehérházban ülnénk. Tehát ezek a dumák, ezek nekem egy az egybe, de a legkeményebben. Pártunk és kormányunk nem véletlenül a nép felhatalmazásával hozta azt az alaptörvényt, amely szavatolja számunkra a büszke emlékezés november 7-ére, stb. Azért nincsen igazad, mert a rendszerváltás alkotmánya nagyjából szó szerint ugyanezeket az alapokat tartalmazta. Hát nincs lényegi különbség, hangsúlyeltolódások vannak legfeljebb. Tehát nem erről a kormányról beszélünk, hanem a rendszerváltás utáni Magyarországról. Hiszen igenis, 1956 a rendszerváltásnak a legnagyobb alapja, az a nagy, hatalmas monolit, amire ráépült minden, még ha sokat vitatkoztunk is. És pontosan egyetlen egy párt van, és egy politikai erő, most már kettő, mert ketté osztottak ugye a DK és az MSZP, amely megpróbálja kiforgatni, és a saját politikai legitimációja erősítésére fordítani 1956-ot, hiszen ők Nagy Imre örökösének tekintik magukat, holott hát ők Biszku Béla és Kádár János örökösei fizikailag, pártakkönyv szerint is, karrier szerint is, életraj szerint is, Nagy Imréhez nem sok közük van. Ja. De a lelki örökösei a Kádár rendszernek ma már a nemzeti együttműködés rendszerének résztvevői és a Fidesz. Tehát azt látni kell, hogy a lehetséges, hogy a vörös zászlót az MSZP örökölte, de a krumpli levest biztos, hogy a Fidesz. Na, ha már, kezét csókolom. Ha már ekkora vita alakult ki 1956-ról, akkor én is nagyon provokatív leszek, és egy újabb témát fogok bedobni, egyrészt 56-hoz kapcsolódóan is, mert szerintem akkor ebben még nagyobb vita lesz. Én Kádár Jánosra gondolok személy szerint. Ugye én például azt tanultam róla, és szerintem ez is egy ilyen alapnak kéne lenni, egy ilyen monolitnak, amiről a Gergő beszélt, hogy Kádár János tömeggyilkos volt. Na most ehhez képest Magyarországon szerintem a magyar emberek 70%-a, de 60 biztos, az ilyen nosztalgikus érzéssel gondol a Kádár rendszerre, és Kádár Jánosra magára is ilyen jótevőként. Akkor ebben mikor lesz például közmegegyezés, és például te Kádár Jánosról tömeggyilkosként gondolkozol, vagy pedig egy jótevőként? Én Kádár Jánost 56 árulójának tartom elsőrendűen, és a Kádár rendszernek az ős bűne az 56 elárulása, és aztán már minden más bűn ebből fakad, ebből következik. De ez az én személyes véleményem, mint történésznek, és nem szeretném, ha az én személyes véleményemért engem bárki szankcionálna, mert mondjuk tegyük fel, a jövő héten elolvasok egy új kutatást, és valami más lesz a véleményem. Ez csak az én személyes véleményem. Valójában ezzel kapcsolatban közmegegyezés van Magyarországon. Az előző, tulajdonképpen az 1990-től 2010-ig terjedő 20 év, az tulajdonképpen egy kiszavazó show volt. Ez a politikai reality, ennek a 20 évnek a politikai reality-e arról szólt, hogy ki legyen az új Kádár János, ki örökölje Kádár Magyarországát. Ezt a 20 éves reality-t Orbán Viktor megnyerte. Ő nyerte, ő a győztes, és gyakorlatilag az a rendszer, ami 2010 óta zajlik, az már ennek a szellemében, ennek a jegyében zajlik. Orbán Viktor az új Kádár János, ő örökölte a krumplilevest, amit szétoszt a nép között, ő örökölte ennek megfelelően a krumplileves politikát, a rezsicsökkentés politikáját. Az ő tenyeréből eszik ma már a nyugdíjas sereg, és nem Kádáréból. Igazából a
mindvégig az volt a kérdés, hogy kiben fog újra születni Kádár. És egy jó ideig úgy tűnt, hogy Horn Gyula lesz ez. De aztán hamar kiderült, hogy nem. Aztán egy időre úgy tűnt, hogy talán a Gyurcsány lesz ez, de a Gyurcsányról kiderült, hogy sokkal inkább hasonlít Rákosira, mint Kádárra. Végül ilyen módon lett Orbán Viktor ez. Hangsúlyoznom kell, hogy ez nem az 1998 és 2002 közötti Orbán Viktor, hanem ez már Habony Árpád Frankenstein szörnyszülöttje, ez az új generációs, vagy hívjuk úgy, hogy a 21. századi Orbán 2.0. Ez az az Orbán Viktor, amelyik felvette Kádár János arcvonásait, amelyik Kádár népével azt a nagyon erős krumplileves szövetséget újra tudta alkotni, ami 1989-ben felbomlott. Na de önmagadnak mondasz ellent. Hát elmondod, hogy osztod azt az álláspontot, hogy a Kádár rezsim egy tömeggyilkosságban fogant. Na de Orbán Viktor kormányzása nem tömeggyilkosságban fogant. Tehát azért pontosan az ilyenfajta gondolkodás, akik ezt a langyos 80-as évekbeli gulyás kommunizmust próbálják Kádár Jánoshoz kötni, tévesztik meg az embereket. Azért van az, hogy a közvélemény kutatások szerint Magyarország 80-90% a forradalomnak tartja 1956-ot, és felnéz a Pest és Rácokra, és abban a 80%-nak a nagy része amúgy államférfinek tartja Kádár János. Hát pont az ilyen mellébeszélés miatt, mert egyszerűen csak populistázni szeretnéd a kormányt, és mégis egy tömeggyilkos nevét idézed. Hát Kádár János tömeggyilkos volt. Egész Kelet-Európában nem volt még egy olyan rezsim, mármint a rendszerváltó, kifutó reformkommunisták körében nem volt még egy olyan kormány, ami konkrétan tömeggyilkosságban fogant. A Ceausescu rezsim az azzal zárta a pályafutását, de még az sem így kezdte. Hát ha így beszélünk Kádárról, hogyha valakit le akarunk populistázni, az kádárista, akkor soha nem fog Kádár János helyére kerülni a történelembe Szálasi és Rákosi mellé. De nem Rákosi és Szálasi mellett van Kádár helye a történelemben, hanem Ferenc József mellett van a helye a magyar történelemben. Ferenc József rezsimje ugyanúgy vérben fogant. Ferenc József 1848-at verte le. Kádár János 1956-ot verte le, ugyanúgy vérben fogant. Azért felejtsük már el azt, hogy Kádár helye a történelemben Rákosi meg Szálasi mellett van. Kádár helye a történelemben Ferenc József mellett van. Egy vérben fogant rendszer, ami a hőseinek, a magyar ember hőseinek a vérében fogant rendszer, amit a magyar ember végül elfogadott, amivel a magyar ember végül megalkudott, és amivel a magyar ember végül kiegyezett. Ez volt a nagy kiegyezés. Ezek vagyunk mi a nagy kiegyezők, akik kiegyezünk ezekkel a vérben fogant diktátorokkal. És utána már nem diktátoroknak látjuk őket, hanem édesapáknak. Ferenc Józsefet is, meg Kádár Jánost is, meg Horthy Miklóst is. Azért ezt lássuk, tehát azért a nyilvánvaló történelmi párhuzamokat ne hazudjuk már el, nehogy már a Kádár a Szálasihoz legyen itt hasonlítva. Hol volt a Szálasi valaha olyan legitim ebben az országban? Hol volt Rákosi valaha olyan legitim ebben az országban, mint Kádár? A Kádár legitimitásához a Horthynak vagy a Ferenc Józsefnek a legitimitása fogható. De miért is volt olyannyira legitim? Kik tették még a rendszerváltás során és legitimé, és kik mentették át Horn Gyula kormányzása idejére Kádár János legitimitását? A nyugati kölcsönök. Nem a nyugati kölcsönök tették legitimé. Nem a nyugati kölcsönök, hanem az a magyar értelmiség, amely a rendszerváltást ilyen szempontból elárulta, mert valójában a reformkommunistákat szerette, és nem a demokratákat. Ez is egyébként hungarikum, mert ilyen sem volt a kelet-európai rendszerváltások sorában, csak és kizárólag Magyarországon. És Gergely, te nem látod azt egyáltalán, hogy az úgynevezett demokratákból, akikre te demokratákként hivatkozol, lettek a mai kor reformkommunistái, hogy gyakorlatilag ugyanazt a tempót, ugyanazt a működést sajátították el, hogy már nem az eszme számít számukra kizárólag a zsákmány, ahogyan azt Márai megfogalmazta, hogy a kommunistától még sokáig nem fogunk tudni megszabadulni, mert egy bukott eszme hívének már nem az eszme a fontos, hanem a zsákmány. Ott a bukott eszme a baloldaliság volt. Itt a liberalizmus. Valójában a liberalizmus a Fidesz is egy nagy árulásban fogant. A Fidesz egy liberális párt volt. Ezek az úgynevezett demokraták, a hőseid. Aztán ezt a liberalizmust ők elárulták. Elárulták a hatalomért bizony, ahogyan például Kádár is elárulta
Angyal Istvánt a hatalomért, ahogyan ez oly sokszor megtörtént már a történelemben, ahogyan Deák Ferenc is elárulta 1848-at a hatalomért. Bizony, pontosan ugyanígy tett, ezt a magyar elit fél évszázadonként megteszi. Pontosan ugyanezt tette Orbán Viktor, elárulta a liberalizmusát, és mint egy bukott eszme képviselője és haszonélvezője, ma már nem az elvek számítanak neki, csak a zsákmány. De miért is árult el a liberalizmusát? Szóval borzasztóan igazságtalan vagy, amikor csak azért, mert minden hatalmi gépezetben vannak gyenge alakok és vannak gazemberek, egyébként ezekről a gazemberekről és gyengeségekről pestisrácok.hu hasábjain ugyanúgy lehet olvasni, mint az Indexen vagy a nemrég megszűnt Népszabadságban. Ahogyan az ablakban is foglalkoztak annak idején a Kádár rendszerben azzal, hogy csöpög a csap, nem jön ki a szervíz, különböző hivatalok nem jól működnek. Itt azért a rendszer kérem bírálható, hát Kádár elvtárs nyilvánvalóan a legjobbat akarja az országnak, de hát itt azért vannak még problémák, elvtársak, és erről mi nem hallgatunk. Itt az ablakban Feledi Péter és Déri János megmondják a maguk részéről. Egyébként azért is vagy borzasztóan igazságtalan, mert én például állítom, hogy a mai kormányzás és a mai szerinted rezsimnek nevezett rendszer, berendezkedés, az teljesen liberális. Hát az az értelmiség, az a média, amely az ellenzéke volt a Gyurcsányi média, a Gyurcsányi kormányzásnak, vagy ellenzéke volt a Horn kormánynak, azt tönkretették, kisemmizték, megszüntették, kirúgták, a szakmából is elüldözték. Ez volt a Horn kormány. Hát most nekem sem tetszik, hogy bezárnak egy szerkesztőséget, de a Horn kormány az összes ellenzéki lapot bezáratta, felvásárolta, szétzúzta, megszüntette. Fokozatosan az Új Magyarország volt az utolsó, ami a legtovább tudott fennállni. Ugyanezt történt Gyurcsány Ferenc alatt, de akkor nem csak bezárták, megszüntették, hanem aki kiment tüntetni, azt még jól orba is vágták. Hát innen jövünk. Ehhez képest most egy 6 éves kormányzás után elmondható, hogy a ellenzékinek mondott értelmiség él és virul, jövedelmeit, pozícióit megtartotta, lapjait, az Egyszem Népszabadságot leszámítva, ami talán újraindul, megtartotta, akkor miért is nem liberális ez a rendszer? Elmagyaráztad nekem a revans politikát, hogy mi mindent megcsinált a baloldal, ehhez képest hát a mai baloldal hát megtarthatta. Nézd, én nekem nem sír a szívem a Népszabadságért, én a hazugság pluralizmusért soha egyetlen szót nem fogok emelni, hogy még többféle hazugság legyen olvasható a piacon. Nem gondolom azt, hogy amit a Népszabadság írt, az egy jottányival is igazabb lett volna, mint amit a Magyar Hírlap. De nem gondolom azt se, hogy egy jottányival is több hazugságot tartalmazott volna, és nem gondolom azt se, hogy a Magyar Hírlapért egy jottányival is nagyobb kár lenne, mint a Népszabadságért. Na de nem szeretném mutatni azzal a kedves hallgatóságot, hogy végig matekozzuk, hogy hogy állunk per pillanat. De hát ha megnézzük azért, hogy például a média hogy áll? Hát azért még mindig nagyon izmosan túlsúlyban van az ellenzék a Hír TV-től az RTL Klub demagóg híradójáig, a lapok, az internet, jelentős része... Túlsúlyban? Várjál, tehát ezt röhögés nélkül ki tudod mondani így, hogy még mindig túlsúlyban van a balliberális média. A televíziózásban, a nyomtatott lapoknál mindenképpen, az interneten még mindig, igen. Jó, azért ez kemény. Tehát azért ezek kemény pillanatok, ezeket regisztráljuk. Én azt javaslom. Megnéztette például egyszer az elmúlt években, hogy az Emmiben milyen kulturális intézeteket, egyesületeket és milyen folyóiratokat támogatnak. Azt látod, hogy 90%-ban ugyanazokat az embereket, és ugyanazokat a folyóiratokat, ugyanazokat az intézeteket, akiket az elmúlt 20 évben. Hát a Budapesti Fesztivál zenekar úgy megy ki, zenélni tüntetőleg a kormány ellen, majd kimegy Amerikába és ugyanezt még egyszer megcsinálja, nagyon helyesen, mert ne függjön a politikai véleménye a támogatásától, hogy soha nem látott mértékű 1,1 milliárd forint támogatást kap évente a kormánytól. Majdnem kétszer annyit, mint korábban kapott. Hát mi ez, ha nem liberalizmus? Hát ha mondod, ha nem, én ezt
ezt állítom és kitartok mellette. Jó, hát világos, hogy a Fidesz, mivel hogy letarolta az egész táblát, ő a legliberálisabb párt mint közül, ő a legbaloldali párt mint közül, és ő a legnemzetibb párt mint közül. Hát sokkal nemzetibb, mint a Jobbik. Ő diktálja a Jobbiknak a nemzeti politikát, ő diktálja a Jobbiknak a honvédelmet, ő diktálja a Jobbiknak a Hunyadi Jánosságot a végvárakon. Ugyanakkor ő diktálja a baloldalnak a rezsicsökkentést, ő diktálja a baloldalnak a jóléti politikát, meg a nyugdíjemeléseket, és hát ő diktálja a liberálisoknak, már ha léteznek még ilyenek, a te szavaidon keresztül is, a liberalizmust, a sajtószabadságot, ami végre kiteljesedett. De én tényleg itt teljesen úgy tűnt, megtévesztésig, amíg nem mondtad, hogy ez a sajtószabadság, hogy itt a Fidesz itt letarolja a táblát. És most, hogy így mondod, hogy sajtószabadság, már én is látni vélem. Ez tényleg, ez egy nagyon sajátos sajtószabadság a te nézőpontodból. Igazából pont ez a posztkomcsi nézőpont, hogy így igazából csak azoknak a sajtószabadsága fáj nekünk, vagy úgy értem, hogy csak azoknak a, tehát csak annak a sajtószabadságnak a sérelme fáj nekünk, ami a mi sajtószabadságunk. A másik oldal sajtószabadságával kapcsolatban meg hát elhangzik, hogy hát annak idején ugye az Új Magyarországgal kapcsolatban se sírt senki, ugye? És hát tudjuk, hogy a másik oldalon nagyon-nagyon hitvány emberek voltak hatalmon, hát most meg ezen az oldalon vannak nagyon hitvány emberek hatalmon, hát fordult a kocka, gyerekek. Most ez az oldal tárja szét a karját, hogy hát ilyen a piac, kedves Népszabadság. Hát a piaci viszonyok azok, hát nehéz a piacon megmaradni, főleg úgy, hogy nem áll mögötted az állam, főleg úgy, hogy nem állnak mögötted állami oligarchák. Az MSZP, de világos, hát nem, hát mindig áthivatkozás van a másik oldalra. Csak mit szóljanak azok, akik egyik oldalon sincsenek, és ők folyamatosan csak a lopást látják. Meg folyamatosan csak a gátlástalanságot, csak néha tőlük balról jön, néha meg tőlük jobbról jön. És mind a kettő így áthivatkozik a feje fölött azokra, hogy azok miatt. De én kitől loptam? Basszus! Én, aki nem állok egyik oldalon se, én kitől loptam? Én miért érdemlem meg ezt? Már csak ez a kérdés. Mert ők megérdemlik. Ti is megérdemlitek. Itt igazából mindenki megérdemli. Én meg majd beérem a krumpli levessel igazából. Mert mindig egy kicsit több jut. Meg mindig egy kicsit cupákosabb lesz. Azért ez, hát nekem ennyi jutott. Most igazából ti ellopjátok a szektorokat, ők visszaadják a szektorokat, aztán majd, ha visszatérnek, akkor majd visszaveszik a szektorokat, ti meg visszaadjátok a szektorokat. Én meg még most is elleszek a krumpli levessel. Mert az azért nem rossz igazából a krumpli leves, hát nem egy szektor, de legalább nem veszik el. Igaz? Úgy látszik, hogy az urak itt moderálás nélkül is áttértek a következő témánkra, a magyar médiapiac helyzetére, már megbeszéltük, hogy erről is fogunk beszélni, de akkor ezt a beszélgetést tovább lendíteném egy kérdéssel. Gergőhöz fordulok elsőként, hogy ugye most a fideszesek, ugye Népszabadság bezárása, sajtószabadság, stb. Ez a témánk. A fideszesek azt mondják, hogy a sajtópiacon a rendszerváltás befejezése zajlik jelenleg, még az ellenzék azt mondja, hogy a sajtószabadság teljes felszámolása zajlik. Hol van az igazság szerinted? Nézd, hát történhetnének a dolgok elegánsabban is. Tehát nyilván egy egészséges médiapiacon mindez, amit ma látunk, nem fordulhatna elő. Tehát azért itt nagyon furcsa dolgok történnek, amikor valaki mondjuk a kormány kegyeltjeként óriási építőipari birodalmat épít fel, abból nagykegyesen feltart egy televíziót, meg fenntart ugye egy napilapot és még sok minden mást, és aztán ő átáll, és megkavarja az egész helyzetet. Szóval egy egészséges piacon ilyesmi nem fordulhatna elő. Csak hogy a magyar piac egyetlen percig soha nem volt egészséges. Hát ugye olvasok ezt az egészen elképesztő sztorit a 444-en, de lehet lelövöm a szilveszter következő témáját, hogy a Fidesz által felbérelt haszid zsidók álltak össze Mester Ákossal, megvették tőle a 168 órát, és gonosz módon bedöntik a 168 órát, és onnan tudni, hogy ezek a New York-i ingatlanbefektető haszid zsidók, írja a 444.hu fideszesek, hogy az egyébként antiszemita Fidesz nem támadja őket. És eszükbe sem jut, hogy azért nem támadja, mert senkit nem érdekel, hogy mi lesz a 5000 példányban elfogyó 168 óra sorsa.
És azért mondom csak mindezt, mert ha megnézzük a 168 óra mögött álló KFT cégtörténetét, akkor azt látjuk, hogy a rendszerváltás idején az államtól lopták, utána átjátszották a Postabanknak, amikor Princ Gábort már majdnem le akartak tartóztatni, akkor a privatizátor elvtársi cégek, a Fotex, majd a Duna Holding csupa gázos csapat vitte tovább ezt a lapot. Olyan társaságok, akiknek mondjuk, akikhez képest, mondjuk a közgép, az egy piaci alapon működő prima vállalkozás. Azok nem állami üzleteken gazdagodtak meg, hanem köztörvényes lopásból gazdagodtak meg. És ezek a cégek tartották fenn a teljes magyar médiát az elmúlt 20-25 évben. Tehát egy ilyen helyzetben próbáljon az ember igazságot tenni, próbáljon piaci logikát keresni. Hát a piaci logika az, hogy a magyar nagyvállalatok és a nálunk megtollasodott multicégek, mondjuk a MOL és a Telekom, kizárólag a baloldali médiában hajlandó hirdetni, hogyha önök esetleg jobboldali sajtót olvasnak, és bántja az önök lelkiismeretét az önök lelkét, hogy a Telekom annyira hülyének néz mindenkit, hogy egyáltalán nem hirdet jobboldali orgánumba, akkor nem szabad előfizetni rájuk. Ugyanis ők a média költésükkel fenntartják a teljes ellenzéki sajtót, miközben egyébként, én állítom törvénytelenül, súlyosan diszkriminálják az icipicit is nemzetinek mondott médiát, ez úgy mondom, hogy a mandinerék bezárólag. Tehát egy ilyen média helyzetben kell azt mondani, hogy ezeket az üzleteket lehetne elegánsabban is csinálni. Lehetne. Nos, Simicska Lajosról volt itt az imént szó, hogy a Fidesz állami megrendelésekkel felépít egy nagyvállalkozónak egy birodalmat, média birodalmat, és aztán ez a nagyvállalkozó egyszerűen átáll, vagy egyszerűen kilép a Fidesz mögül. Tehát a probléma az ott kezdődik, amikor a nagyvállalkozó kilép a Fidesz mögül. Ott érjük tetten a problémát? Ott nem érjük tetten a problémát, hogy a Fidesz felépít egy tőkés birodalmat, média birodalmat, kormánymédiát épít, hogy kitömi a nagyvállalkozóit tőkével. Tehát ebben nem látunk problémát. Tehát, hogy valójában ott születik a probléma, hogy ez a nemzeti tőke, amiről azt hittük, hogy nemzeti nagy tőke, az kihátrál mögülünk, és már nem is nemzeti. Ez itt a probléma, hogy a nemzeti nagy tőke az átállt. Nem az a kurva nagy probléma, hogy a kormány, ahelyett, hogy az országot vezette volna, ahelyett egy számára baráti, az ő számára médiatámogatást nyújtó, folyamatos médiatámogatást nyújtó nagy tőkést felépített, milliárdokkal kitömött. Nem ez itt a kurva nagy probléma, hogy a baloldali oligarchiára az volt a Fidesz válasza, hogy kell egy jobboldali oligarchia is. Nem az volt a válasza, hogy föl kell számolni az oligarchiát Magyarországon. El kell számoltatni ezeket az oligarchákat. Nem lehetnek egyenlőbb emberek az egyenlőknél ebben az országban, hanem az a válasz erre, hogy saját oligarchia kell, és a probléma akkor van, amikor a saját oligarchiánk, ami hát ugye addig nemzeti volt, az hirtelen legeciz minket, és elkezd ellenünk irogatni. Na akkor van a kurva nagy probléma. De irtózatos módon kettős mércével mérsz már megint, mert azt ugye nem látott problémának, amikor az előző kormányzati vezetők átjátszották a teljes magyar nemzetgazdaságot multicégeknek, majd utána benyújtották a számlát, hogy ugye emlékeztek, hogy mi adtuk neked oda ingyen a vízműveket, mi adtuk neked oda ingyen a... Két és fél éven keresztül vezettem rádióműsort, amelyben én ezt rendszeresen tematizáltam, ezt a témát, nehogy már nekem az nem okoz problémát, tehát azért kérlek, azért már ezt ne mondjad, mert a Gyurcsány kormányzása idején két és fél éven keresztül vezettem közéleti rádióműsort, és kértem számon a posztkomcsi elitet a privatizációért, meg a balliberális nagytőkéért. Úgyhogy ezt nem mondjad nekem, kérlek, mert nagyon rossz ajtón kopogtatsz. Itt most konkrétan a Fidesz van hatalmon, és a Simicskáról volt szó. Most kéretik nem átmutogatni a másik oldalra, aminek én éppen így az ellenzéke voltam akkor.
Na de a szavaiddal élve tényleg az a kurva nagy probléma, és addig nincsen egészséges piac a médiában, amíg konkrét eset, én elmegyek a MOL-hoz, vagy elmegyek a Telekomhoz, és azt mondom, hogy látom, milyen szép hirdetéseik vannak a 444.hu-n, nézzék már meg a mi média ajánlatunkat, csak van néhány százezer hűséges, hiteles adatok szerint létező olvasónk, lehet, hogy mi olcsóbb árat kínálunk, és lehet, hogy a mi olvasóinkat darabszámra olcsóbban érik el, mint a 444 olvasóit, és szóba sem állnak velünk. Meg se nézik az ajánlatot. Ilyen a magyar médiapiac. És ez nem véletlenül ilyen, nem azért, mert szemétládának születtek, hanem azért, mert ez egy 25 év alatt kialakult, gonosz rendszer, ahol politikai alapon osztogatják a multicégeknek a közéleti sajtóba szánt hirdetési pénzeit. Nem is volt más választása a Fidesznek, mint lekopizni ezt a működést, és saját magára alkalmazni, ugye? Ne, csodálkozol, hogyha ezek után a nemzeti nagy tőke, mert válasszuk külön a korrupciót be kell bizonyítani. Ellopta, túlárazta, rosszul csinálta meg, átverte. Ugye ezek a visszaélések. Az, hogy már megint miért nem az osztrák cég építette, hanem a Mészáros Lőrinc építette, hogyha tényszerűen elkészült, és teszem azt, jó áron készült el, akkor semmi más nem történik, csak kialakul egy nemzeti tőke. És mi abban a meglepő, hogyha az a nemzeti tőke is úgy gondolja, hogy egy kicsit kiegyenlítem az erőviszonyokat, hogyha a MOL és a Matár Telekom nem hajlandó hirdetni a magyar választópolgárok 70%-a számára, mert nácinak tartja őket, vagy nem tudom, minek tartja, akkor majd én hirdetek, akkor majd én bevásárolom. De én ezt nem értem, várjál. De Gergely, hogyha a nemzeti nagy tőke törvényesen épült fel Magyarországon, és a Simicska Lajos törvényesen szerezte a vagyonát, akkor miért probléma az, hogyha ő egy szabad állampolgár, egy csütörtöki napon legecizi a miniszterelnököt. És onnantól kezdve az ő lapjaiban a miniszterelnököt hát kevésbé dicsérik, inkább számon kérik. Miért egészségtelen médiaviszonyok ezek, ahol egy nemzeti tőkéből felépített oligarha egy nap kihátrál a kormány mögül? De egyébként bárki mondta, hogy ez probléma? Az imént mondtad, hogy egészségtelen a magyar média közállapot. Ez igaz. És ezt bizonyítja, hogy egy nemzeti oligarha egyik napról a másikra ott hagyja azt a pártot, aminek a vagyonát köszönheti. Na de ez megint csak nem Moszkva, tehát nem véletlen, hogy nincsen olyan törvény, ami úgy szól, hogy Simicska kezdetű és a Lajos végződésű nevű emberek nem birtokolhatnak televíziót Magyarországon. Ugye nincsenek. Egy kicsit sziszegtek az emberek, hogy ez előfordulhatott, és a Hír TV él és virul, sőt, mivel amíg ott dolgoztam, én is láttam azt a problémát, hogy hiába kalapoznak a kollégák normális piaci hirdetésekért a multicégeknél nem hirdetnek. Milyen érdekes, hogy a G-nap után ugyanazok a blokkok lemennek, reklámblokkok, a G-nap másnapjától szinte a Hír TV-ben, amik az RTL klubon mennek le. Hirtelen érdekesebb lett egyébként a Hír TV számszerűleg kevesebb nézője a magyar hirdetők számára, mint előtte volt. Hát ez elképesztő egyébként, hát ez maga a törvénysértés és visszaélés. Nem az a probléma, hogy Simicska Lajosnak tévéje van. Ezzel semmi gond nincsen. Csinálja, élvezze, használja, szerepelhetni is. Nem is értem, miért nincsen műsora, mert szívesen néznénk Csintalan Sándorra közösen például. Az megint egy másik kérdés, hogy azok a kollégák, akik egész mást mondanak, mint egy héttel korábban, azok belül hogyan számolnak el magukkal. Az az ő problémájuk, de ez egy más probléma. Jó, erről én nem tudok semmit, nem, tehát hogy így én maradok ellenzékben. Tehát ez most én a G-nap után érkeztem a Simicska médiához, és a következő G-nap előtt ki fognak rugni. De egy valami biztos, hogy most a Fidesz gyakorlatilag ugyanazt a posztkomcsi tempót lekopiszta, lemásolta, magára alkalmazta, mondván játszunk azok szerint, a szabályok szerintig az emberek, majd meglátjuk, ki nyer. És hát igen, sikerült őket a saját pályájukon megverni. Biztos, hogy még mindig van baráti médiája az ellenzéknek. Még biztos, hogy még mindig vannak olyan baráti cégek, amelyek szívesen hirdetnek ezekben a televíziókban. Egy valami viszont tény, hogy a Fidesz gyakorlatilag a 90-es évek média diktatúráját mára a jobb oldalon restaurálta.
helyreállította. Újra a 90-es években járunk. Újra ugyanakkora a média túlsúly a jobb oldalon, mint amekkora a 90-es években a balliberális oldalon volt. És én, de még csak azt sem mondom, hogy ez nem törvényszerű, hiszen ez nyilvánvalóan egy inga, ami kilengett az egyik irányba, visszaleng a másik irányba. Csak nehogy már az legyen, hogy amikor az inga az egyik irányba leng, akkor azt kiabáljuk, hogy gazemberség, nemzetellenesség, hazaárulás, amikor meg az inga visszaleng, pontosan ugyanannyira, ahogy az szokott a történelemben, akkor meg azt kiáltjuk, hogy győzött a szabadság, szabad nép, köszönjük hősök, ünnepeljünk közösen, a nemzet végre egyesült. Tehát ezt ne toljuk, ha szabad kérnem, mert visszacseng a fülembe az 1970-es évek. Csak egy mondat, ez az inga a médiában nagyon nem lengedezik. Ez olyan 60-70 éve ki van kötve az egyik oldalon. Bocsánat, és még egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy az a például te egyetértesz-e, hogy rendszeresen farkast kiáltanak? Ugye tudjuk, hogy van ez a népmese, hogy a pásztor harmadjára is farkast kiált, mert a végén senki nem hisz neki, mert most például pont a Népszabadság kapcsán gyakorlatilag már erről van szó. Ugye azt mondják, hogy Orbán Viktor záratta be, ő nyomta meg a vörös gombot, holott erről tulajdonképpen szó nincsen, de most is ez a farkas kiáltás megy. Ezt hogyan látod? Tudjuk jól, hogy a nemzeti együttműködés rendszerének a keze vastagon benne van abban, hogy megszűnt a Népszabadság. Ne játsszuk már a hülyét, még akkor se, ha megrendelik tőlünk, ha szabad kérnem. Vastagon benne van. Nyilvánvaló, hogy ha a Népszabadságot még mindig 1 millió ember olvasná naponta, akkor nem lehetett volna ilyen módon megszüntetni. Nyilvánvalóan ebben számos faktor van, hogy a Népszabadság megszűnt. Faktor ebben... Mondjuk a MediaWorks dobta piacra a Népszabadságot, például... tehát tulajdonképpen az meg egy piaci döntés volt, amit az imént is érintettél. De közben meg látjuk a nemzeti együttműködés rendszerének a szerepét abban, ami történt. Tehát, hogy ezt most ne tagadjuk el. Nyilvánvalóan megszűnt, a Népszabadság megszűnésében szerepe van annak, hogy a print lapokat nem olvassák már a 21. században az emberek. Ez a mondás, ez a kiáltás, hogy itt a friss újság. Na, ennek most már a 21. században semmi jelentése nincsen. Amikor 20 másodpercenként frissülnek az internetes portálok. Tehát nincs értelmezve a frissesség. Ennek megfelelően ezek az újságok szépen sorban a következő 10-15 év során meg fognak szűnni. Meg fognak szűnni egyenként. A Magyar Jelen is meg fog szűnni, vagy mi a magyar Idők is, meg a Magyar Nemzet is, meg a Magyar Hírlap is meg fog szűnni, és végül a Blikk is meg fog szűnni. Legvégül, legutolsóként a Blikk is meg fog szűnni. És nem lesz több print napilap, de lesznek heti lapok, meg havi magazinok, meg lesz ez a színes kézbevevős, színes szagos világ, mert ez szerintem egy olyan igény, ami fennmarad a piacon, de ez a napi sajtó, ez a napi friss sajtó, ez meg fog szűnni. Na most, itt csak a sorrend a kérdéses, hogyha most éppen a Magyar Hírlap szűnt volna meg, akkor senki sem hivatkozna erre, de a Magyar Hírlap nem fog megszűnni, mert a Magyar Hírlap az elég értékes a hatalomnak ahhoz, hogy Széles Gábor ma is megkapja azokat az állami megrendeléseket, amelyeket hát a Simicska már nem kap meg. Úgyhogy azt tudjuk, hogy a Magyar Hírlap nem fog megszűnni. Az is a piacon maradt fenn, csak hát az úgy maradt fenn a piacon, hogy a Széles Gábor pontosan tudja, hogy azt veszteséggel is fenn kell tartani, mert azt a nyereséget, ami itt elmarad, ebből az állami megrendelésből majd pótolni lehet, az majd kipótolja azt. De hogy ezért azt kell látni, hogy a Népszabadság megszűnése az nem elsősorban a politikáról szól, hanem elsősorban a médiapiac átalakulásáról szól, meg a médiafogyasztási szokások átalakulásáról szól. Ugye a tisztelt olvasók szeretik az újságokat, mert olvassák. Tehát ma Magyarországon bődületes embertömeg olvas naponta közéleti sajtót is, minden bulvárt aztán még nagyobb számon az interneten, vagy nézik a tévét, mert ugye a nyomtatott napilapok összesen nem érnek már el 100 000 embert Magyarországon. Tehát van egy termék, amit milliók szeretnek, és senki nem fizet érte.
Ugye fel kell tenni a kérdést, hogy akkor ki fizet érte? Mert valamire van igény, amögött vannak szerkesztőségek, vannak emberek, vannak eszközök, és mégsem fizet érte senki, hát valaki fizet, ugye, az úgymond hirdető. És akkor mindjárt elveszítjük azt az eszményt, hogy a média az a hétköznapi embereket, az alulról jövő kezdeményezéseket védi és pártolja. Persze, betyárbecsületből, kurucos hajlamból pártoljuk, segítjük. Ha valaki, akkor mi vagyunk azok, akik bírálják a kanadai szabadkereskedelmi egyezményt, mondjuk szemben a kormánnyal, és így tovább. Na de erre semmiféle hirdetés nem érkezik. Ez igazából egy ilyen kis belső lázadás, és nem csak nálunk, hanem minden hasonló szerkesztőségben. És tényleg csak a Népszabadságról röviden annyit, hogy azért ez egy óriási szemfényvesztés és blöff, hogy ez az egész ügy a Népszabadságról szól. Hát nem a Népszabadságról szól. Itt van egy nagyon értékes megyei médiaportfólió, 11 napilap, és a hozzá kapcsolódó olvasott internetes hírportálok. Ez a piacon egy valóban értékes dolog. Ez az értéktárgy volt eddig, az egyébként a 80-as évek óta a Komcsikkal mutyizó Henrich Pecina nevű úriember kezébe, aki most úgy gondolta, hogy egy másik vállalkozói körnek, egy jobboldalhoz köthető vállalkozói körnek adja el ezt az egészet. De a Népszabadság ebben az egész történetben csak egy kolonc, egy kellemetlen dolog, ami a mégiscsak 1956 leverésében fogant, Kádár János lapja, nagyon sokba kerül, rengeteg veszteséget termel, és még bezárni is balhés. Tehát vegyük észre, hogy szegény népszabadságosok és a hangadók szeretnék azt mondani, hogy ez az ugye a Népszabadságról szól. Az összes újságcím, hogy ez van a Népszabadsággal, az van. Sajnos, mondom nekik, hogy sajnos, de egyébként senkit nem érdekel, hogy mi lesz a Népszabadsággal. Az értékes tárgya a megyei napilapok, azoknak az adásvételét látjuk, és én személy szerint egyébként remélem, hogy egy jó és színvonalas megyei média portfólió lesz majd ebből. Szerintem nem tévedek nagyot, hogyha azt mondom, hogy ezt a vitát még órákig elhallgatnánk, de sajnos kifutottunk a műsoridőből, úgyhogy ez a beszélgetés most itt ér véget, de talán egyszer még folytatni fogjuk, és remélem, hogy ez lesz is folytatása. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Puzsé Robertnek és Húd Gergelynek ezt az izgalmas vitát, önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Viszontlátásra!